Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szívnyitás, jóslás. Miért nem nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen, és hogy tudnál javítani ezen a helyzeten? Ezt megtekintjük ennél az általános jóslásnál. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 9000 forint. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a képek. Az ő jelenlegi helyzetét itt látjuk, ennél a toronynál, ami azt jelenti, nála vannak most változások. Lehet, hogy emiatt vannak még félelmek, hiszen korlátozva érzi magát, itt vannak nehézségek, kihívások, de egy jó jövő, hiszen itt látható ez a korona, ami elérhető számára, ha áttette magát ezeken a félelmeken, és lezárt valamit az életében, akkor itt javulni fog a helyzet. Itt látható két személy, tehát két irány, az egyik lezuhan a mélybe, a másik kapaszkodik a felhőbe, tehát megvan a hit, a remény, és így jóra fognak alakulni a dolgok. És hogy tekint rád? Mik az érzelmei veled kapcsolatban? Az itt látható. A kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát megvan itt a vonzalom, a szeretet. De ezen a képen a könnyek mezeje látható. Ez utal az ő múltjára, vagy a te múltadra, vagy egy közös múltra. De, ahogy látható, ez a hölgy, és ez bizonyára te vagy, segítesz neki abban, hogy le tudja zárni a múltat, ezeket a szomorú emlékeket. Itt látható egy új irány, a csillagok jelentik a szerencsét, de azt is, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy megvan írva a csillagokban. És a hold az jelentheti az anyukáját is, de a hold szimbolizálja az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket, az álmokat. És most megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Ez a kép azt jelenti, hogy vagy ez a férfi, vagy egy másik férfi a múltból közeledik hozzád. Ez lehet, hogy most pontosan így van, de azt is jelentheti, hogy ezek a te elvárásaid, hogy ő közeledjen végre hozzád. Itt a kezében van ez a bot, ahol kivirágzik valami. A bot jelenti a tűz elemét, tehát ő kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, és lesz itt egy vágy, egy testi kapcsolat, hiszen a tűz eleme ezt is szimbolizálja. És hogyan tovább, vagy mik az érzelmeid vele kapcsolatban, mik az elvárásaid? Itt a nulla szám tulajdonképpen jelenti azt, hogy itt vannak ötletek, meg tervek, de nem tudod, hogy tudnád ezt megvalósítani, hiszen bizonytalan vagy. Teszel egy lépést előre, lehet, hogy még mindig ott van a talaj a lábad alatt. De ki tudja, az is lehet, teszel egy lépést előre, és itt lezuhansz a mélybe. Tehát most neki kell döntéseket hozni. Ő legyen aktív, és légy inkább várakozó, mert jelenleg még minden olyan bizonytalan. És most megnézzük a szívnyitást nála. Nyitott lesz érzelmekről beszélni. Itt látható ez a hölgy, és ez téged szimbolizál.
A kezében van ez a nagy arany érem. Ez jelenteti természetesen az anyagiakat, vagy a munkát is, de szimbolizálja a belső értékeket. És az azt jelenti, te értékes vagy számára. Itt kivirágzik valami, és a hölgy ruhája jelenti a gyógyító erőt. Tehát lassan javulni fog a helyzet, és nyitott lesz érzelmekről beszélni, hiszen itt meg lesz ez a szívnyitás. És hogyan tovább, mik a tervei? Itt látható a főpapnő, és a kezében van egy titkos könyv, az Akasa Krónika, ahol le vannak írva a sors utak. És ez a hite ebben hisz, hogy minden úgy alakul, ahogy ebben a könyvben, a sorsok könyvében ez meg van írva. És most megnézzük azt, hogy mit tudsz tenni annak érdekében, hogy ő tényleg kimutassa az érzelmeit, vagy beszéljen arról, hogy mit tervez veled. Itt a kelyhek láthatóak, tehát utalnak az érzelmekre. Te átnyújtod számára ezt a kelyhet, kimutatod az érzelmeidet, és az jó hatással van rá. De ne túl sokat, nem kell őt elkényeztetni. Mert ő még olyan zárkózott, látható a képen. Ő érzi, hogy ott vagy a közelében. Ő érzi azt, hogy te szereted őt, de még nagyon-nagyon zárkózott. És hogyan tovább, hogyan alakul a jövő? Itt előre mennek, előre folyamodnak az események. A múltat lezárjátok, az egyik partot már elhagytátok, és lesz egy új irány, egy új part, de még nem látható. Tehát légy még kicsit türelmes. Mi köt össze benneteket, mi a vonzalom kettőtök között, az itt látható ezen a képen. Ő szeretné elfoglalni a helyét az életben, ebben a párkapcsolatban is. Lehet, hogy kicsit olyan egoista, hiszen itt látható, hogy megvan nála ez a büszke királyi tartás. Az is lehet, hogy ő szeretne parancsolgatni, vagy őhoz döntéseket, és elvárja azt, hogy alkalmazz hozzá. Ami viszont még látható a képen, a tűz eleme, hiszen ez a bot erre utal, és ez jelenti a testi kapcsolatot. Megvan köztetek a vonzalom, az érzelem, a lelki kapcsolat is mély érzelmekkel, de a testi kapcsolat nagyon fontos számára, és ez, ami összefűz benneteket. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!